Szép jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Zöld Hét magazinunk legújabb adásában újfent kertészkedünk egy kicsit, hiszen idén is lehet pályázni a Magyarország legszebb konyhakert címért. Aztán szó lesz arról, hogy idén kevesebb lesz a méz a tavainál. Ezzel szemben viszont sok az őz az utakon, hiszen éppen tart az állatok párzási ideje. Kilátogatunk a város szőlő ültetvényére, valamint a nap káros és áldásos hatásairól is szó lesz. Tartsanak velünk! Békés Csabáról összesen 8 kert művelője pályázik a Magyarország legszebb konyhakertje címre. Az országos megmérettetésen már két alkalommal is Békés Csabai kerttulajdonos érdemelte ki az elismerést. A legszebb konyhakertek helyi versenyt minden település maga folytatja le. Az így született eredmények alapján a települések zsűrije jelölhet kertművelőket az országos fordulóra. A program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében. Magán- és közösségi kertek egyaránt indulhatnak a megmérettetésen. Az Erzsébet helyi általános iskola kertjében tavaly tavasz óta teremnek a zöldségek, gyümölcsök. A kert a nyári szünetben sem marad ápolatlan, az iskolában táborozó gyerekek gondoskodnak arról, hogy a növények kellő vizet kapjanak. Szoktunk sokszor jönni, szoktunk locsolni paradicsomot, répát, meg salátát, meg még szoktunk retket, meg ilyeneket. A háromtagú szakmai zsűri alaposan átnéz minden hajtást a kertben, melyről dokumentáció és fénykép is készül. Kovácsné Szatyin Ildikó pedagógus büszkén mutatja meg a kertet, melyet a diákok és a szülők segítségével alakítottak ki. Szeretnénk egy kicsit megmérettetni magunkat, meg a munkánkat megmutatni, hogy mire jutunk. Ez pedig már Tóth Pál birodalma. A mini édenkertben szinte minden gyümölcs és zöldség megterem. A hobbi kertész egyszer már nevezett a versenyre, akkor oklevelet kapott. Úgy gondolta, idén újra megpróbálja elnyerni a díjat. Megméretetem most is magam, hogy hát meg kell próbálni, az ember nem próbálja meg, hogy mi van, akkor soha nem tudja, hogy mi az eredmény. A zsűri itt is alaposan átvizsgálja a területet. A nevezéshez elvárás, hogy minimum 5 féle gyümölcs legyen a kertben, ahol a fűszernövényeknek és a komposztálónak is helyet kell adni. A bírálati szempontoknál figyelembe veszik az öko-biomódszerek alkalmazását, és azt is, milyen permetezőszereket használ a gazda. A legfontosabb a környezetbarát szemléletmód. Azért ne felejtsük el, hogy egy kertben azért vannak esetleg növényvédőszerek, vannak műtrágyák, tehát ezek hát veszélyes is lehet. Ezeknek a szabályoknak a betartása, illetve inkább most már ugye arra halad a világ, hogy ezeket inkább vagy mellőzzük, vagy olyan biológiai módszereket, technikákat alkalmazzunk, amik azért mégiscsak egészségesebbé teszik azokat a terményeket, amiket a konyhára viszünk sok esetben. A helyi eredmények alapján a települések zsűrije kertművelőket jelölhet az országos megméretetésre, a Magyarország legszebb konyhakertje díjra. A program célja, hogy megváltoztassa az emberek elmúlt évtizedekben kialakult szokását, vagyis azt, hogy a lakóházak udvarán, kertekben kizárólag füvet nyírjanak és virágos díszkertet gondozzanak, ehelyett arra ösztönözze őket, hogy termeljék meg családjuk számára a konyhakerti zöldségeket. %50-kal kevesebb idén a mézhozama tavainál megyénkben. A probléma több rétegű, az időjárás sem kedvezett a méhészeknek, és a méheket megtámadó atkákkal is nehéz felvenni a harcot. Az elmúlt 10 év talán egyik leggyengébb évét zárták a méhészek a szakértők szerint. Szlávik orvos Mária 1999 óta foglalkozik méhészettel. A saját méhészeti termékeiket árusító kistermelő még a csomagolást is saját maga készíti. A mézhozam csökkenése évek óta problémát jelent számára is. Az enyhe téli időjárás, illetve utána a késő jövő fagyok. Tehát ugye arról szól a dolog, hogy a méhek elméletileg ugye ősszel telelésre bekészülnek, a keményebb tél lenne az optimális, az a mínusz 10 fok körüli hosszabban tartó mínuszok, ahol igazándiból hibernálni tudja magát a méhecske. Mindezek közrejátszanak abban, hogy idén felére csökkent a mézhozam, amit ezek ellenére sem tudnak a kívánt áron értékesíteni. Ez komoly gondot okoz annak a közel 1000 Békés megyei családnak, akik méhészettel foglalkoznak. Nekik nyújt segítséget a 2016 és 2019 között lehívható úgynevezett méhészeti nemzeti program.
három évben segíti a méhészeti szakmát. Egyrészt a vadonatkal lenni küzdelmet, másrészt ami a méhészeket érinti a méhanyatámogatást, harmadik pedig az eszközbeszerzésekben nyújt segítséget. Hát ez némiképpen az elmúlt éveket figyelembe véve is valószínű, hogy a elkövetkező időben is segíti a méhész társadalmat. Nehéz felvenni a harcot a klímaváltozással a méhészeknek, akik ezért a palettájuk szélesítésével próbálkoznak. Így egyre többen állítanak elő a mézen kívül más méhészeti termékeket is. A vadászati érdekképviseletek fokozott óvatosságra intik az autóvezetőket a nyár közepén. Július 2. felétől körülbelül augusztus közepéig, végéig tart az őzek násza, amikor sokkal figyelmetlenebbek, egész nap mozognak, tehát gyakrabban jelenhetnek meg a közutakon is, ami nagy veszélyt jelenthet az autósok számára. Ez a vad nagy valószínűséggel nem fog balesetet okozni, hiszen társaival együtt a Körösvölgyi Látogatóközpontban élnek elkerítve. Azonban a megye becsült vadállománya mintegy 40 ezer egyed. Az őzek párzási időszakában nem csak a vad veszélyt jelző táblákkal jelzett szakaszokon kell ébernek lenniük a sofőröknek. A szakemberek szerint különösen azokon a részeken érdemes lassítani, ahol az út rosszul belátható, a szélén erdő vagy bozótos van. Ilyenkor a viselkedésük megváltozik, nem csak a késő délutáni esti órákban válnak aktívvá, valamint a hajnali reggeli órákban, illetve éjszaka, hanem napközben is számíthatunk az őzek felbukkanására akár közutakon is. Ugye nem nézik ilyenkor a szerelemtől ittas őzbakok, a sutákat kergetve nem nézik, hogy most ott egy forgalmas közút van, hanem akár kiszaladnak keresztül, váltanak a közúton is. Ha elénk kerül a vad, kikerülni ne próbáljuk, mert úgy jó eséllyel lehajtunk az útról, vagy áttérünk a szembejövő sávba, és mindkét lehetőség komolyabb veszélyt hordoz, mint a vaddal való ütközés. Figyelmeztet a szakember, aki hozzátette, ha messzebbről látjuk, hogy kiugrik a sűrűből egy őz, mindenféleképpen lassítsunk, hiszen számíthatunk rá, hogy több is követi. Ha túlságosan közel van az az állat, akkor saját magunk érdekében, meg az autónk érdekében ne akarjuk minden áron kikerülni, mert nem biztos, hogy sikerülni fog. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy felborítjuk saját autónkat, vagy netán a szembejövő irányába korrigálni, az még nagyobb felelőtlenség. Úgyhogy ilyenkor bármennyire is nem szépen hangzik, föl kell vállalni azt, hogy elütjük azt a jószágot. A szakember hozzátette, a fényszórók állapotát se változtassuk, ne villogjunk, mert az megriasztja az őzeket. A vadelütések is közúti balesetnek minősülnek, ezért ha megtörténik a baj, feltétlenül hívni kell a rendőrséget, valamint a terület vadászatra jogosult szervezetének képviselőit is értesíteni kell. Amennyiben egyik fél sem vétkes, a járműben okozott kárt csak a teljes körű kaszkóbiztosítás téríti. Cuki, vagány, nagymenő három kategóriában is megmérkőztek egymással a törzskönyv nélküli fajtiszta és keverék kutyák Békés Csabán. A Csaba Parkban megtartott nemzetközi kutya kiállítása az ország minden részéből és külföldről több száz kutyatartó látogatott el kedvencével. Nagyobb és kisebb, harcias és ölelgetnivaló, mindenféle kutyával találkozhattak a látogatók, akár versenyzőként, akár egyszerű nézelődőként. Még a kis Bogyó névre hallgató Yorkshire Terrier is talált magának való darabot a vásárban. A szervezők szerint óriási dolog, hogy megtarthatták az eseményt, hasonló programot ugyanis közel negyed évszázada nem rendeztek Békés Csabán. Itt maga az, hogy Békés Csaba kapott egy nemzetközi kutyakiáltásra rendezésre való lehetőséget, már ez önmagában egy nagyon nagy dolog. Nagyon nehéz egy ilyen titulushoz hozzájutó kiállítás, egy rendezvényt megkapni. Ugye nagy az igény, sokan szeretnének ilyen kiállításokat tartani. Mi hála jó Istennek megkaptuk, én erre vagyok talán a legbüszkébb. A különböző versenykategóriákban összesen több mint 1000 kutya nevezett be. A nem törzskönyvezett kutyák közötti abszolút aranyérmet Astor, a 4 éves Dobbermankan érdemelte ki. Nekem társ. Társ mindenben, a magánéletben, mindenben társ, munkában is. Teljes mértékben mellettem van, bármi van.
Mit jelent számodra, hogy most egy éremmel is elismerték az ezért? Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Sok érmet elhozott már, de ez most nagyon-nagyon feldobott, hogy más is látta bírói szemmel, és tetszett neki. Ennek a versenyszámnak a korábban szánhúzó kutyák tenyésztésével is foglalkozó Badár Sándor látta el a bírói tisztét. Tapasztalatai szerint nagyon sok olyan nem faj tiszta kutyája ma az országban, ami bár nem jár kiállításokra, mégis nagyon szép. Mint mondja, az a fontos, hogy a kedvencet társnak válassza a gazdája. És azt jól tartani, jó fizikumban, egészségesen, boldogan, és kifejezetten fontos, hogy harmonikusan, mert hogy kutya boldogan és harmonikusan nő föl, akkor imádja a gazdáját, szereti azt a területet, ahol él, és hát hozzáteszem, hogy él, és nem csak van. Bár díjat természetesen nem adhattak az összes résztvevőnek, a szervezők szerint minden kutya különleges a maga nemében. Megérett a Csaba Gyöngye szőlő a város ültetvényén. Idén az időjárás is kedvezett a termésnek. Az első gyors szüretet követően hamar a gazdára találta 24 ládányi gyümölcs. Három szociális intézmény valamennyi lakójának asztalára kerül majd a friss szedésből. Gyors válogatás követően hamar megtelt a 24 láda. Mintegy 2 hektáros területen zajlik a munka. 13 közfoglalkoztatott dolgozik március óta az ültetvényen. A csabagyöngye szőlő a legkorábban érő szőlőfajta a világon, melyet az 1800-as évek végén Stark Adolf nevesített Békés Csabán. Ezt a helyi értéket igyekszik megőrizni a város a 4 évvel ezelőtt indult programmal. 4 éve nagyon adunk arra, hogy itt a közelben lévő szőlősben, a Csabagyöngye szőlő mellett még 14 szőlőt gondozunk és fejlesztünk, és most érik be ezt tulajdonképpen, mert a Csabagyöngye egy korán érő szőlő, most 24-25 ládával tudtunk leszedni, és 3 intézménynek adni belőle. Én azt gondolom, hogy ennél jobban ezt az értéket nem lehet megőrizni, mint hogy a rászorulóknak kiosztani. A fajták érési sorba vannak állítva, így az első szedés követően szeptemberig folyamatos lesz a termés az ültetvényen. A Csabagyöngye ez körülbelül egy hétig tart most, aztán sorban, érési sorban vannak állítva a fajták, és körülbelül ilyen 1 hetes eltérésekkel fog folyamatosan a szüret történni. Most ugye a aktuális feladat a hónaljazás, illetve a fűnyírási tevékenység. Akkor fogadjon nagyon sok szeretettel, és fogyasszák egészséget. Ez pedig már a Deák utcai idősek klubja. A Békés Csaba intézményben 10 ládányi frissen szedett gyümölcs érkezett. A csoportvezető elmondta, minden adományt örömmel fogad az intézmény, és biztosan jó helyre kerül a friss szőlő. 10 láda szőlőt kaptunk, nekünk itt 147 ellátott van, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja, fogyatékos nappali ellátás és demens nappali ellátás be összesen. Úgyhogy így akkor most a rossz helyzetű időseink is tudnak részesülni az ilyen adományokba, és köszönjük szépen. A későbbiekben leszedett gyümölcsöt a gyermekélelmezési központnak ajánlotta fel a város. A termés rajtuk keresztül jut majd el a gyermektáborokba és az óvodákba. Megduplázódott tavaly a telepített napelemes erőművi kapacitás a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai alapján az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan, ám az évtizedes lemaradás nem csökkent Európa többi országához képest. A szakemberek szerint elsősorban az intézményi szférában van fejlődés, pedig itthon is a napelem az egyik legjobb befektetés. A beruházások 10 év alatt megtérülnek, magasabb hozamot hozva, mint bármelyik banki megtakarítás. Mert egység, hogy inverter itt mutatja kijelzőn, digitális kijelzőn a megtermelt éppen a aktuális kilovattot. Ennek a családi háznak az építésénél még nem gondoltak arra, hogy megújuló energiaforrást használjanak fel, ezért a napkollektor a garázs tetején kapott helyet. A tulajdonos tavaly tavasszal döntött úgy, hogy napelemes rendszert szereltet fel, amivel elsősorban a környezetet szeretnék kímélni. 5 kilovattos kis erőmű került kiépítésre. Van egy okos óra, amelyik méri azt, hogy mi az, amit termelünk,
és mi az, amit fogyasztunk. Minden évben egyszer van leolvasás, évvégén azt mondták, hogy december 10-e környékén, és akkor ebből majd ki fog tűnni az, hogy mi volt az összes éves fogyasztásunk, mi volt az éves termésünk, ez lehet plusz, vagy lehet mínusz. A magánszemélyekkel szemben jóval több olyan intézmény van, amely napkollektorokat használ. A Békés megyei kormányhivatal épületén tavaly novemberben üzemelték be a napelemes rendszert, amely az épület elektromos fogyasztásának 17%-át biztosítja. Ez a napelemes rendszer egész évben 56 ezer kilovattot fog termelni tervezetten, de már most látszik, hogy a várakozásoknál 10%-án jobban teljesít. Ez forintban kifejezve éves szinten elérheti a 2 milliós összeget is. A szakemberek azt mondják, óriási az érdeklődés a napelemes rendszerek iránt, mégis eddig csak az intézményi szférában volt jelentős a növekedés. Az Otthon Melege programban a napelemes rendszerek kiépítésére is igényelhető támogatás, ami a lakosság körében is bővítheti a napenergiát hasznosítók táborát. Abban a pillanatban, hogyha az állam egy kicsit a lakosság felé is fordul, ami most megtörtént az Otthon Melegével, magas az érdeklődés. Még így is drágálják az emberek, mert hát az első beruházás ez mindig sok, és nem mindenki gondol a 15-20-25 éves időszakban, ezért egy kicsit talán most indul be a lakossági piac felé az Otthon Melegével a napcelláknak a telepítés. Ebben nagyon el vagyunk maradva az európai viszonyokhoz. A szakember elmondta, egy napcellás beruházás magas indulási költséggel jár, de hosszú távon sok pénzt takarít meg. Példának egy 3 kW-os rendszer kiépítését hozta fel, melynek induló költsége 1,5 millió forint, ám 20-25 éven keresztül az átlagosan havi 13 ezer forintos áramszámlát kiválthatja. Ha kiszámoljuk, ez éves szinten közel 100 ezer forint megtakarítást jelenthet egy háztartás számára. A napfénynek számos pozitív hatása van a szervezetünkre, segíti a D-vitamin és a kalcium termelését, javít a közérzeten, akár a fizikai állapoton is. Azonban csak akkor, hogyha betartjuk a napozás egyszerű szabályait, védekezünk az UVA és az UVB sugárzás ellen. Ha nem figyelünk oda, leég a bőrünk, könnyen megnőhet a melanóma, a bőrrák kockázata. Hál' Istennek sose égtem még le, úgyhogy még naptejet se használtam soha. Ilyen ez sose volt bajom. Nagyon odafigyelek, folyamatosan kenem magam reggeltől estig, 50 faktoros naptejjel, így dolgozom reggeltől estig, tehát muszáj. Vigyázunk a bőrünkre, meg az unokám bőrére is, és akkor a déli órákat kihagyjuk a napozásból. Egy-két kivételtől eltekintve majdnem mindenkinek megegyezik a véleménye arról, hogy legalább a napvédőkrém használata elengedhetetlen akkor, ha strandon vagyunk, ha napozunk. Az pedig, aki kisgyerekkel érkezett a fürdőben, még inkább odafigyel arra, hogy védje a gyermeke bőrét és a melanoma szűrések rendszerességét is fontosnak tartja. Odafigyelünk, elkerültük, hál' Istennek eddig, és ha mégis van anyajegy, azt szoktuk ellenőriztetni. Szabálytalan napot, sok színűséget mutat, ami már sajnos szabad szemben is felismerhető. A melanómás betegek száma bőrgyógyász elmondása szerint évről évre növekvő tendenciát mutat. Azonban a betegek tudatossága ezzel egy arányban nő, vagyis egyre többen keresik fel a szakembereket azért, hogy ellenőriztessék a veszélyesnek tűnő anyajegyeiket. A vizsgálat rövid és fájdalommentes. Mindenképpen figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogyha egy meglévő anyajegynek a mérete, színe, alakja, felszíne változik, viszket, vérzik, váladékozik, vagy megsérül, de újonnan keletkezett anyajegyek is lehetnek daganatos elváltozások. Ezeket célszerű szakembernek megmutatni, és ha időben felfedezik, akkor magas a gyógyulás aránya. A napozás szabályait be kell tartani, védekezni kell a sugárzás ellen, és nem szabad tűzőnapra menni 11 és délután 4 óra között. Így élvezhetjük egész nyáron félelem nélkül a napfény jótékony hatását. Az enyhe tél miatt
Rekordszámú kullancsél Magyarország zöld területein. A szakemberek szerint ráadásul a vérszívók mintegy fele fertőzött, legtöbbször Lyme-korral. 6 éve van érvényben az az Európai Uniós rendelet, amely tiltja a kullancsok kémiai írtását, így marad a természetes úton történő védekezés. Amennyiben mégsem használnak a különböző riasztószerek, és észrevesszük magunkban a kullancsot, kiszedőkanál vagy csipesz segítségével minél előbb távolítsuk el, mivel az állat a kórokozókat 6 órán belül képes átadni. Hat éve van érvényben az az Európai Uniós rendelet, amely tiltja a kullancsok kémiai írtását. Jelenleg nincs olyan biocid anyag, amely hatékony lenne a kullancsok ellen, így marad a természetes úton történő védekezés. Ki szoktam szedni a kullancsot, hogyha van ilyesmi. De hogyha nyaralni megyünk és erdőbe, akkor van ez a kullancsriasztó, azzal befújom magam, és meg olyan öltözékbe megyek természetesen, hosszú ujjúba, hosszú nadrágba, és akkor kizárt, hogy kullancs legyen. Nem nagyon szoktam védekezni a kullancsok ellen. Nem járok természetbe olyan sokszor. Van ilyen ampulla, amit a nyakába szoktam beledősölni, és az nagyon hatásos 2-3 hónapig. Magamon nem nagyon szoktam semmit alkalmazni, sprét legfeljebb. Amennyiben mégsem használnak a különböző riasztószerek, és észrevesszük magunkon a kullancsot, kullancskiszedőkanál, vagy csipes segítségével minél előbb távolítsuk el, mivel az állat a kórokozókat 6 órán belül képes átadni. A kullancs által közvetített 2 leggyakoribb fertőzés a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kor, melyek tüneteit a háziorvos egy korábbi interjúban mondta el. A vírusos agyvelő gyulladás szerencsére nem olyan gyakori, de nagyon súlyos tünetekkel jár, és akár életveszélyes állapotot is eredményezhet. A Lyme-kor az egy lassabb, elhúzódóbb tünetekkel járó fertőzés. Itt először a bőrtüneteket vesszük észre, a kullancsípés helyén bőrpír jelentkezik, amelyik terjed, és tenyérnyi vagy akár nagyobb méretet is elérhet. Amíg tehát nincs hatékony biocid anyag, a legjobb, amit tehetünk, a megelőzés. A hosszú nadrág, a zárcipő, a zokni és a kullancsriasztók használata. Kedves nézőink, ez volt a Zöld Hét magazin legújabb adása. Ha tetszett, tartsanak legközelebb is velünk, és addig is, ha tehetik, töltsenek minél több időt a természetbe, ehhez ne szegje kedvüket, még egy kis eső sem. Szép napot kívánok! Műsorunkat az Alföld Víz Zrt. Támogatta.